Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány bemutatóján. Én Virány Jonita vagyok, a szakirány megbízott felelőse. Az előadásomban szeretnék egy kicsit arról beszélni, miért érdekes, miért érdemes a tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányt választani a gyógypedagógia szakon. A kar szakirányai iránt nagy a kereslet, különösen igaz lehet ez a mi szakirányunkra, a tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányra. Talán azért is van ez így, mert mi a szakirányon rendkívül sokféle személlyel foglalkozhatunk. Nagyon izgalmas feladat egy gyógypedagógus számára ilyen sokféle emberrel megismerkedni és számukra támogatást, segítséget nyújtani. Hogy kik is ezek a személyek, általánosságban azt mondhatjuk, hogy mindazok a személyek, akik a tanulás terén nehézséget mutatnak. A tanulási korlátok alá szoktuk sorolni azt a három csoportot, amiben ezekkel a személyekkel találkozhatunk. A tanulási elmaradás az egyik ilyen csoport, ahol azokkal a gyerekekkel találkozunk, akiknél átmeneti problémáról van szó, ami mögött valamilyen családi vagy egészségügyi ok állhat, és ez okozza a tanulásban való elmaradásukat. Az ő esetükben a pedagógusok, gyógypedagógusok, pedagógiai segítséggel támogatást adhatnak ahhoz, hogy felzárkózzanak, és a saját képességeiknek megfelelő teljesítményt nyújthassanak ezek a tanulók. A másik csoportot jelenthetik azok a gyerekek, fiatalok, vagy akár felnőttek, akik tanulási zavart mutatnak. Ebbe a csoportba az egy-egy képességterületet érintő tartós problémában érintett személyeket találjuk, akiket a köznyelv diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia kapcsán említhet. Az ő esetükben is gyógypedagógiai támogatást nyújthat a tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányon végzett gyógypedagógus, és ezzel segítheti a tanulási folyamatukat, vagy akár a hétköznapi életvitelük alakítását is. A harmadik csoportot jelenti a tanulási akadályozottság körébe sorolt tanulók csoportja, illetve tanulók és fiatalok, vagy felnőttek csoportja, ami további két kisebb csoportra is osztható. Az egyik az enyhe intellektuális képesség zavarban érintett gyerekek, fiatalok vagy felnőttek csoportját jelenti. Ide azok a személyek tartoznak, akiknél idegrendszeri érintettséget lehet diagnosztizálni, és ennek következtében például az intellektusuk is az átlagos övezettől elmarad. A másik csoportba pedig a tanulási nehézségben érintett tanulók tartoznak, akiknél inkább a hátrányos környezeti tényezők együttállása okozza azt, hogy lassúbb fejlődésmenet következtében szinte minden képességterületüket érintő tartós, súlyos és átfogó problémával találkoznak a tanulás területén. A tanulási korlátok körébe tartozó mindhárom csoport esetében megemlíthetjük azt, hogy elsősorban az iskolai tanulással kapcsolatban jelennek meg ezek a nehézségek, de a tanulási akadályozottság kapcsán azt mondhatjuk, hogy ezen kívül minden területre kiterjedhet, és azoknak különböző variációi jelenhetnek meg, vagyis a tanulási akadályozottságban érintett tanulók nagyon különbözőek lehetnek egymástól, ám de mégis minden képességterületüket érintheti az átfogó súlyos tanulási képességzavar. Milyen tevékenységet végezhetünk akkor, amikor ezekkel a személyekkel foglalkozunk? Ugye először is a probléma megállapításában részt vehetünk, vagyis diagnosztikus tevékenységet végezhet a mi szakirányunkon végzett gyógypedagógus, részt vehet a szakértői bizottsági tevékenységben, a nevelési tanácsadási tevékenységben, és megállapíthatja ezeknek a tanulóknak a szükségleteit, a fejlesztési lehetőségeire javaslatot adhat, és hozzájárulhat a diagnózis kialakításához más szakemberekkel való együttműködésben. Természetesen fontos tevékenységünk a tanítás, amely történhet az együttnevelés vagy a különnevelés keretében is.
vagyis integráltan, inkluzívan tanuló gyerekekkel is foglalkozhatunk, valamint a speciális gyógypedagógiai iskolában tanuló diákokkal is együtt dolgozhatunk. A tanítási tevékenységen kívül még az egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenység is jellemzi a mi munkánkat, amit végezhet a mi szakirányunkon végzett gyógypedagógus, akár utazógyógypedagógusként, egy utazógyógypedagógusi hálózat részeként, vagy akár egy-egy iskolában az adott iskola fejlesztő gyógypedagógusaként láthatja el az iskolába járó, ott integráltan oktatott, tanulásban akadályozott gyerekek fejlesztését. Mindezek mellett még akár az érdekvédelem, érdekképviselet tevékenységei is részét képezhetik a munkánknak, illetve a kórházpedagógiai tevékenység is megjelenik a repertoárunkban. Hogy milyen színtereken van módunk ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésére, erre példa lehet ez a kis lista. Ezzel azt is jól illusztrálhatjuk, hogy milyen sokféle szintéren dolgozhat a tanulásban akadályozott a pedagógiai szakirányon végzett gyógypedagógus, és ez azt is megmutatja, hogy tulajdonképpen nagyon könnyű is elhelyezkedni ezzel a szakirányjal a gyakorlatban. Tehát például a diagnosztikus tevékenységet, vagy akár a fejlesztő munkát pedagógiai szakszolgálat keretei között is lehet végezni, akár az előbb említett szakértői bizottságban, akár a nevelési tanácsadási tevékenységet folytató szakszolgálati szintereken. Az oktatásnevelés, a tanítás tevékenységei az óvodában, az iskolában jelenhetnek meg, az iskolai szintén lehet akár általános iskola vagy szakiskola is, tehát mindenki megtalálhatja a hozzá közelebb álló korosztályt, akivel jól együtt tud dolgozni. A fejlesztő tevékenység végzésére lehetőség nyílik akár gyógypedagógiai módszertani központban, vagy akár a magánszférában a különböző fejlesztőházak tevékenységeibe bekapcsolódva. Tulajdonképpen mindegyik tevékenységünk végezhető akár alapítványi és civil szervezeti keretek között is, de akár az érdekvédelmi tevékenység kiemelése is itt megemlíthető lehet az alapítványi vagy civil szféra kapcsán. Mindezek mellett ugye az említett kórházpedagógiai tevékenység az egészségügy színterén végezhető, ugye itt azoknak a gyerekeknek, akik tartósan kórházi ellátásra szorulnak, az oktatásáról, fejlesztéséről van szó, vagyis a gyógypedagógus azokkal a diákokkal foglalkozik, az ő tanulásukat segíti, akik hosszú-hosszú ideje kórházi ellátásban vesznek részt. Aztán egy kicsit ejtsünk szót arról is, hogy hallgató korában mire nyílik lehetősége a szakirányon tanuló gyógypedagógus hallgatónak. Természetesen elméleti kurzusokba kapcsolódik be, amelyek különböző témakörök köré szerveződnek, mint például a neurobiológiai háttér megismerése, a különböző képességfejlesztési módszertani ismeretek megszerzése, vagy akár az infokommunikációs eszközök gyógypedagógiai alkalmazásának lehetőségei, esetleg a motiváció, a motiválás lehetőségei, elméleti és gyakorlati háttere, vagy a gyógypedagógusi kommunikáció, együttműködés más szakemberekkel, a szülőkkel, és számos más izgalmas, érdekes témával is foglalkozunk a kurzusainkban. Emellett a hallgatók természetesen gyakorlatokon vesznek részt, 5 különböző szintéren tölthetik a gyakorlatukat az egyes fél évek során, az 5. fél évtől kezdve, és az utolsó fél évben a terepgyakorlaton pedig kiválaszthatják, hogy ezek közül a szinterek közül melyiken szeretnék teljesíteni a terepgyakorlatukat. Ezek mellett, sőt ezek előtt akár önkéntes feladatokban, önkéntes tevékenységekbe való bekapcsolódásra is lehetőségük nyílik a hallgatóinknak, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több tapasztalatot szerezhessenek azokkal a személyekkel, akiknek a támogatására kompetensek lesznek a diplomájuk megszerzése után. Aztán tudományos diákköri munkába való bekapcsolódásra is lehetőség nyílik. A tudományos terület iránt érdeklődő hallgatók a szakirányon folyó kutatásokba is bekapcsolódhatnak, részt vehetnek,
akár a tudományos diákköri munkával összekapcsolva, és a szakirányunkon tanító oktató kollégák témavezetése mellett akár a tudományos diákköri versenyben is részt vehetnek. Meg kell még említeni az Erasmus Plus keretében elérhető lehetőségeket, ami azt jelenti, hogy hallgatóink a szakirányon akár a gyakorlati félévüket, vagy a gyakorlati tevékenységüket, akár pedig a félévi tanulmányaikat is teljesíthetik külföldön. A gyakorlat kapcsán például Portugáliában a Kinti Partner intézményében nyílik lehetőség például a terepgyakorlat teljesítésére. A tanulmányi fél év kapcsán pedig például Németországban választható olyan egyetem, ahol magas szinten zajlik a gyógypedagógus képzés, és ott van mód bekapcsolódni egy fél év erejéig, vagy akár máshogy is az ottani munkába. Szóval azt mondhatjuk összességében, hogy nagyon változatos, sokféle és izgalmas tevékenységre nyílik lehetőségük a szakirányunkon tanuló hallgatóknak. Természetesen kell sokat tanulni, ezt nem lehet eltitkolni. Igen, nagyon sokat, sok időt, sok energiát kell fordítani arra, hogy felkészüljenek, nem könnyű ez a szakirány, de meglátásunk szerint megéri foglalkozni vele, mert olyan helyeken és olyan személyekkel dolgozhatunk együtt, amiket itt az imént említettem, és amiket mi rendkívül izgalmasnak és érdekesnek tartunk. Remélem, hogy a bemutató után felkeltettem mindenki, vagy sokak érdeklődését, és találkozunk a jövőben a szakirányon. Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!